A Mi Hazánk mozgalom teljes mellszélességgel kiáll a Dunai Vasmű munkásai mellett, akikről már korábban hetekkel ezelőtt is hallani lehetett, hogy igen komoly problémába kerültek, ugyanis akkor arról szóltak a hírek, hogy a műszakos dolgozók nem kapják meg a fizetésük egyharmad részét. Mostanra azonban már még rosszabbá vált a helyzet, egyik dolgozó sem kapta meg a fizetését, és pedig nem egy részét, hanem a teljes egészét. Ezért teljes mértékben érthető a felháborodásuk, a tegnapi napon spontán tüntetést szerveztek a Liberty, a brit indiai cég székháza előtt Dunaújvárosban. Aztán folytatták délután is a tüntetést, és akkor ígéretet kaptak, már a sokadik ígéretet, tehát mondhatnánk, hogy ígéretekből tele a padlás, hogy ki fogják fizetni őket. Úgy tudjuk, és ma reggel is egyébként folytatódott a demonstráció, hogy elkezdték végre valahára kifizetni őket, de még nem mindenki kapta meg a fizetését, tehát jelen pillanatban is bizonytalan a helyzet, és ezt a bizonytalanságot az is alátámasztja, hogy többen arról beszéltek, hogy egy másik számlaszámról kapták a szokásostól eltérően a fizetést, és egyéb információkkal kiegészülve az a kép rajzolódik ki, hogy komoly gondokkal küszködik a Liberty, és vannak olyan dolgozók, akik megtudták, hogy például 2 hónapja már a járulékokat sem tudja fizetni utánuk a cég, többek között a TB-t, így hát, hogyha most meg is kapják a fizetésüket, legyen így, és a Mi Hazánk mozgalom ezt szorgalmazza, sőt követeli, sajnos akkor sem egy biztató jövőkép rajzolódik ki előttük, már pedig több ezer emberről van szó, és már ez a mostani csúszás, hogy nem kapták meg a júliusi fizetésüket, nagyon sokakat komoly megélhetési válságba sodort. Tudunk olyanról, hogy hitelszerződések kerültek veszélybe, úgy egyáltalában véve megélhetési válság alakult ki ezeknél az embereknél, több ezer dolgozóról van szó, úgyhogy a Mi Hazánk mozgalom értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány gyakorlatilag ölbetett kézzel nézi ezt az egészet. Pár héttel ezelőtt a Dunafer DV Vasas Szakszervezeti Szövetség képviselői jártak a kormánynál, pontosabban Comba Sándor foglalkoztatásért felelős államtitkárnál, aki azt felelte nekik, hogy a kormány úgy látja, hogy igazából nagy probléma nincs a Dunai Vasmű körül, és majd akkor fognak beavatkozni, hogyha nagyobb problémát látnak. Kérdezi a Mi Hazánk mozgalom, hogy mi lehet ennél nagyobb probléma, mint hogy nem kapják meg a fizetésüket a dolgozók. Szerintünk azonnali beavatkozásra van szükség, de azt sem értjük, hogy 2023-ban mire várt a kormány, vagy mi volt az elképzelés, hiszen már akkor is lehetett látni, hogy ez az indiai cég komoly likviditási gondokkal küzd, sajnos ez be is igazolódott, úgyhogy azonnali markáns beavatkozásra van szükség a magyar kormány részéről, hogy biztosítva legyen ennek a több ezer magyar munkásnak a megélhetése. A Mi Hazánk mozgalom pedig, még egyszer mondom, teljes támogatásáról biztosítja őket, és amilyen eszköz rendelkezésünkre áll, azt be fogjuk vetni annak érdekében, hogy felhívjuk erre a problémára a figyelmet, és segítsünk nekik.